Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket Széchény mellől, Robinson szigetek horgászparadicsomból, az első webfishing parti pergetőkupa helyszínéről. Csodálatosan süt a nap, viszont rettentően hideg van. Ötletem sincsen, hogy hol laknak a tó termetes ragadozói. Ennek eldöntése azonban szerencsére nem az én feladatom, hanem a népes mezőnyi, mely felsorakozott a megnyitó helyszínén. Köszönöm szépen! Rátesztelünk. Igen, a világban. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket itt a Robinson szigeteken az első webfishing parti pergető kupán. Kihangsúlyoznám, hogy azért első, mert mindenféleképpen ebből hagyományt szeretnénk teremteni, tehát mindenféleképpen tovább fogjuk folytatni. Tiszteljük a halak is, meg a vizet is, ahol horgászunk. Úgyhogy én arra kérek mindenkit, hogy sportszerűen horgászunk, figyeljünk a környezetre, baromi szép a tó és környezetet. Én nagyon örülnék neki, hogyha ez a csapat is meg tudná mutatni, hogy erre tudunk figyelni. Isten hozta önöket Széchenyben a Robinson szigeteken. Általában Széchenyben az embereknek két dolog jut az eszébe. Egyik az, hogy 1705-ben itt volt Széchenyben a borjúpástan, ahol most állunk az országgyűlés Rákóczi idejében. A másik meg általában, hogy Széchenyben mindig itt van az országban a leghidegebb. Erre most sikerült ismételten tanúbizonyságot tenni, és reggel 2 fok volt, és van nálunk egy olyan palóz szokás, hogy a vendégeket mindig megkínáljuk, hogy ezt a hideget át tudjuk vészelni. Most elkészítettünk egy ilyen házi készítésű finom bio alma pálinkát, ami cukormentesen főzték, és házi manufaktúrás jelleggel. Talán így jobban fog menni a pergetés is. És a 77-es sorszámot viselő versenyző is elindult, hogy elkezdje űzni a ragadozókat. Nekünk más dolgunk nincs, mint nyomukba eredni, és megnézni, hogy milyen csalival próbálkoznak, és mennyire sikeresek a horgászatban. Tartsanak velünk! A versenyzők rajtsorrendje kizárólag abból a szempontból játszott szerepet, hogy melyikük választhat előbb horgász helyet. Dobás dobást követ, de a várva várt kapás eddig elmaradt. Hol laknak most a csukák? Nem látom, hogy bárki is fogná, úgyhogy nézd éppen. Nagyon sok hal van ebben a vízben, és mégsem eszik. Miért van ez? Szerintem az idő most nagyon odavágott nekik. Láttam horgászoknál monofil zsinort, nálad fonozsinór van. Miért ezt választottad? Mert ezzel áthúzom a másik oldal rózifát is. Ez az egyik. Jobban szeretem. Közvetlenebb a kontaktus a csalival. Pergetésre szerintem mindenképp jobb. A fonozsinór. Nincsenek túl nagy hullámok a tavon, de ez a szeglet, ez teljesen szélcsendes. Szándékos az a helyválasztás? Hát most teljesen tudatosan ide próbáltam jönni. Úgy gondoltam, hogy a szélcsend kihozza az apró halakat, a kis keszekféléket, és talán utána jönnének a rablóhalak is. Beszéljünk néhány szót az eszközről és a technikáról. Miért alkalmas ez a felszerelés ide? Hát rövid, könnyű botot gondoltam végül is, olyan nagy dobásokat nem gondolok most. Inkább a nád közelébe próbálom becserkészni a halakat. Elég kis könnyű, kis rövid botocska, kis könnyű szerelékkel, körforgóval. Nagyon szeretem a MEPS körforgókat, úgyhogy most is azzal próbálkozok. Nagyon gyengécskének néz ki ez a bot. Mit tud különben? Erős ez a pálca? Ez egy 16-40 grammos pálca, nagyon erős. Most kaptam karácsonyra ajándékba egyébként, a sógoromtól, aki túlfelé horgászik. Az orsó az egy Shimano Citica, nagyon meg vagyok elégedve idáig vele. A nagy hal megeszi a kis halat, és néha a horgász is a gumi halat. Mit rákcsálsz?
Hát éppen egy ilyen 6 centis Berkeley sügérmintás van a számba. Példát mutatok az itteni csukáknak, de hát sajnos eddig nem sok eredménnyel. Kimondottan csukára horgászol? Igen, igen. Próbálok olyan színeket alkalmazni, amik érdekesek lehetnek, mert eléggé terhelt a víz. Edzéseken is elég kevés halat fogtunk mostanában, úgyhogy próbálok valami olyan csajt találni, amit eddig nem nagyon ismerhetnek a csukák. Tavasz elején vagyunk, hideg a víz. Hol kell keresni ilyenkor a halakat? Hát igazából nagyon sok minden múlik, hogy egy kis felhőbe jön-e, mert hogyha felhős, akkor fölbátorodnak inkább. Szélvizeken vannak mindenképp a csukák, de mivel elég terhelt a víz, nagyon sokszor bekísérik, akár métereken keresztül is kísérik a csalit, és akkor is csak épp, hogy oda koppintanak, úgyhogy most egy nagyon nehéz verseny lesz. Sokat segít a pergető horgászatban, hogyha az ember kitartó. De persze, gondolkodni itt is érdemes. Mi jár a fejedben? Azt, hogy most az előbb sikerült egyet forgalva fogni, hogy most jönnek-e még arra, vagy csak véletlen volt. Gumival kezdtem én is, mint a többiek, úgy láttam. De utána váltottam forgalra, és egyből jött a második dobásra. Azóta semmi. Jó horgásznak be kell látni a víz alá. Tudnia kell, hogy a halak merre tartózkodnak, illetve milyenek a törések, milyen a meder. Mit érzel itt magad előtt? Ott van egy pár törés, egy pár akadó, ott beljebb, azt éreztem, az előbb is leakadt. Itt a közepén mélyebb, azt érzem. Meg próbálom a nátszélét is húzogatni, de főleg a közepén, az előbb is a közepén a törésnél jött. És tanulni lehetünk egy mérlegelésnek. Nem túlságosan nagy a csuka, de gyönyörű, egészséges, és ugyanolyan gondossággal kell eljárni. Egy ilyen kis hal esetében is, minthogyha több kilós lenne. Ez egy 44 centis. Hogy kell mérni a halat? Halat ebbe a mérő csatornába belerakja, az ember a fejét ütközteti a végéhez, és minden megkezdett centi számít, ez 44 centi, mert 44-et kezdte meg. A fogási eredmény nem kerül szektorlapra, hanem egy fogási naplóba, amit a horgász minden esetben magánál tart. A kis füzet igazából a versenyzőnek a nevét, a kihúzott számát tartalmazza, halfajt, hosszát írjuk be, és egy aláírás pecsét. Magamhoz is venném, és hadd gratuláljak én elsőként a csukához. Milyen csalival sikerült megfognod? Ebből a 4-es mepszel sikerült megfogni. Szenvedünk. Látom, hogy a vontatási tempót is folyamatosan keresed, hiszen van rajta egy kis zöldség. Abszolút. Abszolút lassítom, gyorsítom kicsit, föl-le, lejjebb, följebb. Az az igazság, hogy az látszik, hogy tegnap megjött ez a front este, és nem eszik rendesen a hal. Én most már próbáltam igazándiból gumihalat, körforgót, dropshotot, és ez volt az első halom. Ritka alkalom, hogy hölgyel találkozom a vízparton, horgászbottal a kezében. Szervusztok! Szia! Hogy megy a peca? Köszönöm szépen. Hát próbálkozunk, még nem olyan sok sikerrel. Régóta pergetsz? Nem, pergetni még csak, hát körülbelül egy 2 éve kezdtem el. Mindig is 5 éves korom óta pontyozom. Bojlizni szeretek, meg a Balatonon sülőzni. És hogyha én nem horgásznék, mit mondanál nekem, miért érdemes ezt elkezdeni? Nehéz szavakba önteni, 5 éves koromban megfertőződtem nagypapám által. Ez egy szerelem. Tehát nem tudom, ez engem így kikapcsol, és imádom a természetet, imádom a halakat. A catch and release elméletet alkalmazom, akár a Balatonon is, hogyha kisebb a sülő, és látom, hogy életképes, akkor visszaengedem. Milyenek itt a halak? Mit látsz ebben a vízben? Nagyon érdekes, már harmadjára vagyok itt, és nagyon sok benne a csuka, ezért is zavar, hogy most idáig nem nagyon sikerült fognom semmit, de érdekes ez a víz, szóval egyszer, amikor elkezdenek kapni, akkor rákapnak, és akkor lehet fogni, de addig meg keresni kell őket, csak műtve volt a lábam, aztán úgy is volt, hogy nem jövök, de János versenyeire, hogyha tehetem, csak a versenyekbe, csak az ő versenyre járok, mert fantasztikus, amit így az emberekért képes megtenni, úgyhogy úgy voltam, hogy hát műtét ide-oda, eljövök aztán, hát nem egy pergető módszer az ülés, de ülve pergetek.
Óriási csalit választottál. Nagy csukát szeretnél fogni? 19 centi hosszú, 90 grammos, csodálatos heavy jerky. Finnországból hozta a barátom, és hát ráraktam, és elkezdtem jerkelni, és mindenki mondta, hogy hát ez a nő őrült, ez téglával fogja verni a halakat, és a harmadik húzásra part előtt 5 méterre 81 centis csukara volt rá. Mindenki azt mondta, hát ilyen nincs, úgyhogy ez a nagy hal nagy csali nálam bevált, fogd meg, fényképezd le, engedd vissza, ez a jövő. Én imádom. Jó csukát fogtál, mivel sikerült földegesíteni? Hát kérlek szépen egy ilyen áttetsző, flitteres kis 6 centis gumival sikerült elcsípnem. Éppen a barátom is előtte pont azzal fogott egyet, aztán épp rákérdeztem, de véletlenszerű volt lényegében, mert pont az a csali volt nekem is fent, és ugyanott azon a medertörésen nekem is odavágott, hát szerencsére az enyém az egy picivel hosszabbra sikeredett, úgymond. Azzal a csalival kezdted a horgászatot is? Nem, cserélgettem már, tehát próbál az ember ilyenkor még találgatni, bár többször beigazolódott már, hogy tényleg, ha rátalálsz egy nyerő csalira, általában az működni fog, de fényviszonyoktól, mindentől függően, hosszúságtól, bármitől, súlytól függően muszáj változtatni. Na, itt fogtunk egy ágat. Nem indult el oldalra? Nem igazán, de ilyenkor az adrenalin azért felugrik egy picit. Egy-egy csalinak mennyi időt adsz? Hát jelen esetben egy olyan 15 percet maximum, vagy hát igazából attól függ, hogy mennyit tudok dobni vele, egy ilyen 20 dobásnyi időt rászán az ember. Most is már ezzel azért próbálkoztam, lecseréltem azóta a nyerő csalit, úgymond, amivel sikerült egyet már becsapnom. Mi van még a táskádban? Nézzük meg, hogy mit hoztál magaddal erre a versenyre. Hát most inkább a úgymond én kisebb méretű csalikat favorizálom. Tehát az ilyen 6 centig bezárólag, és az időjárásnak, a borús időnek betudhatólag inkább az ilyen világos, fehéres, sárgás, gyöngyház jellegű flitteres dolgokat. Hát most őt fogom megpróbálni, ő egy ilyen kétoldalas, az egyik oldala sárga, másik ilyen fehér. Őt fogom éppen most bevetni. Zord idővel fenyegettek minket az időjósok, ám így is 77 horgást sikerült megszólítanod. Miért van ez a nagy érdeklődés a versenyed iránt? Hát szerintem nem csak az időjárás befolyásolja azt, hogy ennyien neveztek, hanem a verseny szeretet. A verseny lázhajtja horgászokat, ugyanis el kell mondanom, hogy 20 nap alatt betelt a nevezési létszám. Az időjárásra nem tudok mit mondani, ugyanis egy héttel ezelőtt tudtuk meg, hogy ide tulajdonképpen Széchenybe, illetve Széchenyi térségére 7 centi havazást mond, és 0 fok körüli hőmérsékletet. Láss, 19 fok van, imitam, ott süt a napocska, az időjárás nem befolyásolja a horgászokat. Ha itt térdigérő hó lett volna, akkor is ugyanez a 77 versenyző az itt lett volna mai napon. Tegyünk említést a stábról is, hiszen óriási munka egy ilyen versenyt lebonyolítani, nem egyedül csinálod ezt. Nem. Nagyon nagy összhang van a szakácsokkal, a versenybírókkal, ismerjük a helyszínt, tehát tulajdonképpen elmerem mondani, hogy itt már rutinból szervezek versenyt. Mik a tervek az idei esztendőben? Hát még szeretnék több pár versenyt, jó versenyt leszervezni, és minél több horgásszal megszeretetni a pergetés tudományát. Nagyon komoly horgászok vannak itt nálad, ugye óriási a létszám, de kiemelkedő személyiségek is vannak itt, akik világversenyeken is részt vettek. Vannak bizony, itt van Dávid Ferenc, aki a csónakos világbajnok lett, tavaly Olaszországba szereztek csónakos világbajnoki címet, ő is tiszteletét tette a versenyünkre, de itt van Antal Gábor, Csörgő Milán, akik ugye a tavalyi csónakos országos bajnokságon második helyezést értek el, és hagyd ne soroljam, ugye nem akarok megsérteni senkit, de van még jó pár neves horgász most itt a mai versenyen. Dávid Ferenc, országos bajnok, világbajnok, mátrai pergető és számos horgászverseny győztese, mit hagytam ki még a sorból?
Nem sok mindent, azért nincsen annyi címem, úgyhogy ennyi elég bőven. Bízom benne, hogy ez a fölmelegedő idő kihozza a halakat a part szélibe. Amikor lent voltam a héten, előző héten itt a verseny előtt egy tesztpecán, akkor is azt vettük észre, hogy teljesen kint a part szélibe, 20-30 centis vizekbe, ahol gyorsabban fölmelegszik, oda kiálltak. Könnyebb volt ezeket a halakat megfogni. Igaz, nagyon kis csalikat, meg nagyon speciális módszert kellett hozzá használni, de még eddig sajnos nem láttam, hogy kijöttek volna, úgyhogy bízom benne, hogy egy-két órán belül ki kell jönniük, és akkor azokra talán egy kicsivel könnyebb lesz majd horgászni. Csukától a süllőig, a harcsáig, a sügérig, a balinig itt bármi megtalálható, sőt, még kuriózumnak számít, hogy a mai versenyünkön érvényes a vörös szárnyú keszeg is, amit nagyon jól meg lehet pergetve fogni. Ennek a lényeg az lenne, hogy minél kisebb halakat is meg tudjunk fogni pergetve. Ez az ultralight technika. Vörös szárnyúra, illetve sügérre pályázom. Sok esetben elkapja a csuka is egyébként ezt az apró műcsalit. Te azt mondod, hogy ultralight, én azt mondom, hogy eszement. Nagyon vékony a zsinór. Ez nem számít. Igazán jól fogtam már 10 fölötti halat is ezzel a 12-es monofil zsinórral. A bot annyira lágy, hogy kirúgóz mindent. Dobásban is elég jól segít, hiszen alig van rajta ólom is, több mint 10 méterre repül. 1 gram van most rajta. Igazándiból nagyon ott kell lenni a súlyozásnak, mert hogyha keveset rak rá az ember, akkor nem úgy tudja vezetni, és nem érzi az alját, viszont ha sokat, akkor már zuhan, és azért nem csípi el a hal. Szép halat sikerült zsákmányolnod. Jól ismered ezt a helyet? Hát nem. Most vagyok itt először, csak hallomásból és az interneten olvastam róla, hogy milyen adottságai vannak. Mi itt a víz? Hát változó. Csinálta a Horgász Egyesület egy szonárképet a tóról, és akkor ezt felhasználva tudtam megkeresni a mélye pontjait a tónak. Mit gondoltál, hol vannak most a csukák? Reménykedtem, hogy most hogy vége lett az ivás időszaknak, így most erőre kapnak, és próbálnak kicsit táplálkozni sűrűbben. Próbáltam a csatornában, ott nem nagyon, ott 1-2-t fogtak, aztán gondoltam, hogy megpróbálom a mély törésekben, akkor már a tavon. Gumihallal szoktál horgászni mindig? Nem kifejezetten, én inkább wobbleres vagyok, de sügérekre szoktam twisterre, gumihallal inkább. Füleki Mercedes, Schwart Erika, ezt kapja egy kormorán orsóval a legjobb női horgász, Molnár Lászlóné. Legnagyobb hal kategória, 90 cm-es csukával, Dávid Ferenc, a Mátrai Pergetők elnöke. Köszönöm. Gratulálok. Legtöbb hal kategória, 6 darab hallal, Kovács Zoltán. Köszönjük szépen a sportszerű versenyzést. A mai versenyünk harmadik helyezettje, Vice Dávid Pécsről. 207-es ponttal, 4 darab csukával, második helyezett, Karajos László. A mai versenyünk győztese, 290 ponttal, én úgy érzem, teljesen megérdemelten, Barát Roland.